Képzeljük azt, hogy 1945-öt írunk, februárt. Budapesten vagyunk, közvetlenül az ostrom után. A háborúnak vége, de szinte minden hiányzik. Az élelmiszer, a gyógyszer, a tömegközlekedés, a lakás, a munkahely, az iskola. Nincs egyetlen épp Dunahíd. Súlyosan megsérültek a közintézmények. Részben kiégett a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kémiai épülete is. Szeptemberben mégis 72 vegyészmérnök hallgató, köztük a későbbi Nobel-díjas Olá György kezdi meg itt tanulmányait. Egy alig 23 éves adjunktus érdeme a gyors helyreállítás. Polinszky Károly Budapesten született. 1940-ben került a műegyetemre. A diákszervezet aktív vezetőjeként a háborús viszonyok között még a hiányzó egyetemi jegyzetek elkészítését, kiadását is megszervezte. Varga József akadémikus mellett tanított, vizsgáztatott az ostrom után újjáépített kémiai intézetben, emellett jól haladt szakmai munkájával. Ő volt az első, aki ott szerzett műszaki egyetemi doktori címet. 1946-ban családot alapított. A budai házhoz, ahova a feleségével költözött, haláláig kimaradt. Családjukba három fiú született. Tibor, Gábor és András. Én nagyon hálás vagyok a sorsnak, mert egy nagyon szép környéken nőttünk föl. Gyakorlatilag ezen a téren, amit itt látunk itt mellettünk, ezen itt délutánonként, az iskola után a nagy focizások, a játékok, nem volt ennyire beépítve ez a környék. Tehát azt lehet mondani, hogy eléggé önfeledten tudtunk fölnőni. A családfő még csak 27 éves volt, amikor új kötelezettséget vállalt. A vallási és közoktatási miniszter felkérésére elfogadta a kurátori jelölést a Budapesti Műszaki Egyetem Veszprémbe kihelyezett karára. Abban az időben, az egyetem alapítás után a Neviki szervezésével is megbízták, és úgymond egy kicsit, ha azt lehet mondani, hazárdírozott, mert ha a nehézipari minisztérium, vagy az akkori vegyipari minisztérium adott támogatást, vagy pénzt, akkor esetleg azt felhasználta az egyetemépítésre, de ha megjött a pénz, akkor azt visszaforgatta, és ment a Neviki építésére. Polinszky egyébként is elemében volt Veszprémben. Pénzt kerített, építőanyagot, irodabútort cipelt, szervezte az oktatói gárdát. Javában tartott az építkezés, amikor a leendő első évfolyam felvételizett a Budapesti Műszaki Egyetemen. De 1949. október 16-án már Veszprémben tartották a tanévnyitót. Az oktatást, a tudományos munkát műegyetemi mintára szervezték. Első évét 107 hallgató, közöttük mindössze 20 lány kezdte meg, 14 oktatóval a Budapesti Műszaki Egyetem Veszprémi Nehéz Vegyipari szakán. Mivel évente 250 tanulót terveztek felvenni, újabb és újabb épületekre volt szükség. Így jött létre az E, a D, a C épület, az aulát is magában foglaló B-részt fejezték be utoljára 1957-ben. Időközben fontos szervezeti változás történt. 1951. szeptember 9-én megszületett a döntés az önálló Veszprémi Vegyipari Egyetemről. Ekkortól nevezték dékánnak Polinszky Károlyt, bár ő kezdettől rektori jogkört gyakorolt. 1952-53-ban Berecki Endre, majd Nemec Ernő lett a dékán. Polinszky Károly 1954-től vállalta el ismét a Veszprémi Egyetem vezetését 1963 végéig. Ekkor már egy éve hivatalosan is a rektor volt, az intézmény első embere. Gyökeres változás következett be a város és az intézmény kapcsolatában az 1956-os forradalom és szabadságharc idején, amikor a megmozdulásokat Veszprémben az egyetemi hallgatók kezdeményezték. A forradalmi események napjaiban a dékán Polinszky Károly külföldön volt. Miután hazatért, Pesten és Veszprémben is igyekezett segíteni azokon, akiket éppen a forradalmi részvételük miatt fogtak perbe, börtönöztek be. Ő volt az, aki visszahozta az ígéretek ellenére a Szovjetunióba hurcolt egyetemistákat. Ő volt az, aki a börtönből való szabadulás után az egyetemen alkalmazta fordítóként az 56-os Göncz Árpádot. Ő pontosan tudta a kornak a nyelvét, és pontosan fel tudta ismerni, hogy mit kell tennie. Magyarul gondolkodott, és tudta a káder nyelvet.
Egyszer azt mondta nekem, az embernek minden egyre igent kell mondani, és csak azt kell megtenni, amit a lelkiismerete diktál. Polinszkit 1964. január 1-én művelődésügyi miniszterhelyettessé nevezték ki. Miniszter 10 évvel később, 1974. májusától lett alig egy hónapig, amikor oktatási miniszterré választották. Ilyen minőségében 1980. június 27-éig állt a tárca élén. Miniszterként hívták meg 1974-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem 25. születésnapjára. Ő volt az első, aki átvehette az egyetem legrangosabb kitüntetését. Az évfordulóra Borsos Miklós által tervezett Pro Universitate Veszprémiensi aranyérmet. Tanár volt, eredményes kutató, kiváló szervező, aki éppen veszprémi munkái során ismerkedett meg az intézményfejlesztés, a beruházási munkák legapróbb pénzügyi mozzanataival is. Ezért is volt miniszterként bürokrata helyett kemény szakmai tárgyalófél. A viharos napok között néhány szebb is akadt. Ilyennek bizonyult díszpolgárrá avatása 1976-ban Veszprémben, vagy 1978. január 6-a a parlamentben, ahova a Cyrus Vance külügyminiszter vezette amerikai delegáció kísérte a 33 év után hazatért magyar koronázási ékszereket. A hazai fogadóbizottságnak Polinszky Károly is tagja volt. Ekkor már javában személyre vetették nyugati orientációját. A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként ugyanis szakítani szeretett volna az addig másolt szovjet felsőoktatási modellel. Helyette hazai viszonyainkra inkább az amerikait adaptálta volna. Miniszteri tisztségéből való felmentése után visszament egy évre egyetemi tanárnak a Műegyetem kémiai technológiai tanszékére. Ezt követően 6 esztendeig dolgozott az intézmény rektoraként. Közben Veszprémben az általa alapított egykarú egyetem sorra vette az univerzitásszá válás lépcsőfokait. 2, majd 3 karú lett a Veszprémi Egyetem, ahol kísérletképpen megjelent a több fokozatú képzés is. Heil Bálint volt az első veszprémi diplomás rektor. Gál Zoltán, aki szintén Veszprémben végzett, 3 ciklusban 1998 és 2007 között kapott lehetőséget a Polinszky örökség folytatására. Európai méretű és súlyú intézmény építésébe kezdtünk bele, vagy folytattuk. Ez tulajdonképpen 3 fontos területre terjedt ki. Egy felsőoktatási intézményről lévén szó nyilván az oktatásra. Célunk volt az, hogy talán az orvostudományok és a jogtudományok kivételével más tudományterületeken a lehető legnagyobb kínálatot biztosítsuk a régióban. Kutatás tekintetében mindenképpen célunk volt egy regionális tudásközpont létrehozása, kutatás-koordinációs központok létrehozása, kutatási központok létrehozása, hogy az innovációs folyamatnak valójában a 3 kritikus elemét, invenció, innováció, diffúzió, ezeket uraljuk. És a harmadik nagyon fontos elem, hogy a megfelelő pénzügyi biztonságot, a pénzügyi kormányozhatóságot biztosítjuk, miközben az előző 2 komponensben a minőségi munka feltételeit is megteremtjük. Ez utóbbi szándéknak megfelelően zajlanak a technikai, intézményi beruházások. A Polinszky által létrehozott 2 kutatóintézetből egyetemi épületek lettek. Itt épült meg az új könyvtár, a Kollégium, a Veszprémi Egyetem legszebb előadója, amely az 1998-ban elhunyt alapító nevét viseli. Fontos szervezeti változást hoztak ezek az évek. 2000 januárjától a korábbi együttműködést szorosabbra fűzve a Keszthelyi Georgikonból lett a Veszprémi Egyetem Georgikon mezőgazdaságtudományi kara. 2003-ban alakult meg az önálló műszaki informatikai kar és a gazdaságtudományi kar. 2006. március 1-től az egyetem felvette a Pannon Egyetem nevet. Korábban az alapkutatások meg a fejlesztések voltak a jellemzőek. Azt kell, hogy mondjam, az alapkutásunk a részaránya jelentősen magasabb volt az elméleti kutatás.
Na most mivel ilyen jelentős társadalmi kihívások előtt állnak az egyetemek, és ez nem csak a Pannon Egyetemre vonatkozik, hanem minden egyetemnek tulajdonképpen alkalmazkodni kell a piaci kihívásokra, ez azt jelenti, hogy az egyetemeknek fel kell vállalni a gazdasági motor szerepét, tehát hogy a gazdasági partnerek megkeresnek minket, akkor nekünk együttműködésben kell ezeket a projekteket realizálni. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi időben az innovációs tevékenység jelentős mértékben erősödött. Az előrejelzések szerint ez a tevékenység meghatározó lesz 2010-re. Az egyetem és a gazdaság együttműködésének jó példája a közös fejlesztőközpontok, a vállalati tanulmányi ösztöndíjak, vagy éppen a Polinszky-díj. A városi önkormányzat kitüntetését gazdasági, innovációs eredményekért ítélik oda, és adják át évente egy alkalommal a Magyar Tudománynapján, a Pannon Egyetemen.